Na hát srácok, így ötödik alkalommal, itt látjátok, sikerült offstream elérnem az 56-os szintet, úgyhogy tudjuk tovább nyomni a sztorit. Illetve tudunk raidelni is. Ha minden igaz. Úgyhogy ha esetleg van köztetek olyan vállalkozó szellemű, aki szívesen jön erre a 8 fős mókára, az nyugodtan szóljon, aztán nem tudom, beinvelem valahogy, ha tudom, természetesen. Az 56-os szint ahhoz kellett, hogy tovább tudjuk nyomni a sztorit. Ugyanis, ha minden igaz, és hogyha jól értem, akkor a Realm of Damnation az 56-os szinttől elérhető, és hát még sok minden vár minket a 60-as szinttől. Így van. Még valami sidequest. Legacy of the Horror Dream is például le van zárva. És még itt vannak a guide questek. Egy dungeon, hell levelek, elite questek. Azok így még hátra vannak a guide-ból, úgymond a játék alapjából. Utána kezdődik az igazi grindolás. Másik szerverem vagy? Shit! Én mondom, direkt a Void-ra regisztrálok, hogy tudjunk együtt játszani sokatokkal, mert úgy volt, hogy egy csomóan ugye ide regisztráltok. Itt lesznek ismerős arcok. Tudok-e nektek valami érdekeset mutatni? Hát talán annyi, hogy esett egy mész, amit ugye megnézünk, hogy micsoda. Jössz nem egyet? Jól van. Te már voltál Szemmanz, ugye? Szóval annyi történt offstream, hogy csináltam a déliket. Azt nézzétek, 2900-ról a score megnő 5000-re, és ez a Rage Collar az, ami Electrify-os Hammer of the Ancients-öt nyom, és slowolja az enemy movement-et 2 szekig 50%-kal. Hammer of the Ancients sebzés növelés? Jó, hát igazából ez nem is kérdés, transferelünk, azt a fegyvert meg egyelőre eltesszük. A többit pedig bezúzzuk. Mit lehet csinálni amúgy ezekkel a csármokkal? Ezeket, mármint... Rossz volt a kérdés. Hogy lehet bezúzni a csármokat? Ez te vagy? Szemánsz. Gondolom igen. Te vagy a Mikane. A csármos merchantnál. És ez melyik gártóbb? Ez a márkát. Looking for something in particular? Ezek a mystery cuccok. Az identifier alatt van. Charm ikonja van. Oké, és megvan. You there, check out that noise. Ja? 150 alkimista powdert kapunk. És lehet upgrade-elni is. Random skill bónusz. Jó. Az upgrade-et nem lehet salvage-elni. Bone spear damage-et kaptunk a nekróra. Azta. Teleportott a wizardra. Hú, ez a charm upgrade-elés, ez ilyen borzalmas. Akkor... Jó, értem. Tehát akkor... Ez gyakorlatilag így kuka, nem? Tehát, hogy olyat kéne rollolni. Jó, értem. Tehát akkor úristen, jó. Borzalom. Jó, tehát csármokat úgy érdemes használni, hogy találsz egy olyat, ami jó neked, jó a klasszodnak, nyomsz rajta egy upgrade-et, és hogyha az a skill is jó neked, akkor nagyon mázista vagy, és még egyet upgrade-elsz rajta. Rank 5-től tudod kikanalazni és eladni a marketen. Hát ez nagyon jó. Hát ez konkrétan fos. Barbár, Necro, Wizard, Crusader és Demon Hunter.
Jó, menjünk Rédet, Sam Hines, mit szólsz? Nézzük csak. Az imbió, amivel tudod változtatni a statokat. Igen. Skillstone. Ja, jó. Oké. Okay. Jó. Aha. Jó. Skillstone-nal lehet cserélni. Jól van. Oké. Okay. Az imbió az, amivel tudod változtatni a statokat, de ahhoz kell extract, vagy mi a fele. Aha, tehát akkor először extractolni kell. Akkor kicsit hasonlóan működik, mint a Legendary Power-i kihúzása, jól értem. Kiszedésem. Uh-huh. Az is random. Úristen. Jó. Megnézzük majd, srácok. Minden is random, minden mindennel is random. Az is random, hogy mit raksz be cserébe. Nagyon, nagyon, nagyon jól hangzik. Amúgy, ha szeretnél jönni szemánsz, nem tudom, akarsz jönni Discordra dumálni közben. Szóljál nyugodtan, és akkor behúzlak. A pénz, amit leszed a kártyádról, az is random? Na, az pláne jó. Akkor megadom azt, vagy 20 eurót, vagy 600-at emellett. De cserébe kapok egy uncommon fegyvert. Nem gáz amúgy, hogyha nem akarsz jönni, Szemenz. Üdv mindenkinek, skacok. Itt az új fegyverünk. Ott a damage növelés 10%-kal. Ennyit tud. Armor penetráció. Szerintem amúgy tudnék gemeket fejleszteni. Oda néz, 32 dam. Már is pakoljuk befelé. Armor penetráció. Hát azt nézem, hogy kevés gemem van. 8 dam. Na. Halló? 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 Úgy néz ki, hogy nem halló. Reméljük azért Szemánsz hal minket. Beköszöntem neki. Ott fent látjátok, hogy kivel játszom egyébként. Szemánsznak nem enged beszélni. Legalább hallasz. Az is valami. Azt akarom megnézni, hogy Guide Quest. Igen, Defeat Lashal. És a Heliquary kell majd level 3-ra. Jó. Meg Battle Pass pontokat kell gyűjteni. Streamből hallak, de RTC leválasztása vagy mi van? Ú, az nem hangzik jól. Hát akkor mindegy. Akkor mindegy. Az elő szokott fordulni egyébként, hogy ilyen RTC-s hülyeségeket ír. Aj, ez nem az a gomb. Tehát, Lashal. Ha ide nyomok, hogy Guide, meg oda, hogy Lashal. Akkor azt mondja, hogy keresünk csapatot. És az pedig itt kell, gondolom itt. De ezt majd gondolom intézi Szemenz, hogy hogyan kell ezt csinálni. Combat rating. Hétfőn. És sütörtökön rezettel valami. Mi ez a rezet? Ezt hogy kell érteni? Átrakjam egy másik szobába Szemenzt? Tessék, átraktam. Visszarakom. Halló? Heti egyszer lehet ellene nyerni. Aha. De többször nem is tudsz bemenni? Még akkor is, hogyha nem akarsz lootot?
Pontosabban rezetenként. Szóval amit kapsz rewardot, azt annyiszor kapod meg. Szóval hétfőn lenyomod, akkor kedden és szerdán fölösleges. Aha. Nyomj el nyugodtan, szemánsz. Mármint ha privát szobába húznak be, akkor bevagol a DC sokszor, szóval menjetek át egy szóval. Aha, na várjál. Haló? Neked is be kell menni, úgy látszik nem parti szinten van. Aha. Oké. Okay. És create raid? Vagy hogy kell ezt csinálni, srácok? És akkor ide meghívom. Azt mondja, hogy már te raidbe vagy. Na várjál, akkor select raid. Jó, én nem látlak téged, gondolom most már megszüntetted. Na jó. Tehát akkor csinálunk egyet és akkor meghívlak téged. Azt mondja, hogy raidbe vagy. De a raidedet pedig nem látom. Ott van, jó. Szuper! Sikerült. Én leszek az első, aki 56-os szintű. Gondolom a többiek paragomba járnak már. Sziaszkott! Üdv mindenkinek, srácok! Haló? Sarki fény is itt van. Dream Breaker. Ja, amúgy annyit tudok, annyit mondtatok, hogy be kell állni majd valami mögé. Ennyit tudok a raidra. Igen, jött egy sarki fény 55-ös szinten. A játékosok 80%-ánál többet tudok. Ennyi. Mennyi idő szerintetek, ameddig összeáll egy raid? Nektek mennyi időt kellett várni az első raidetekre? Ott egy Paragon 33-as, Lazika 58-as. Szerintem a laptopom tűzfala nem engedi. Simán lehet szemánsz. Benti hálózaton vagyok. Meg lehet. Simán lehet szemánsz, hogy amiatt nem működik. Volt 20 perc, 5 percen belül én Party Finder-eztem. Ez nem az, amit én csinálok, Lord Fairy. Jelentkeztem, hogy majdnem full raidre is mehetett is. Aha. Embrace Oblivion. Ez már a boss? Az a helyzet, nem lacafacáznak itt. Jó, itt a sprintnek semmi értelme. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kell valami mögé állni. Na, ez mondjuk cipi. Ott van. Ott egy healing pool. Jaj, menj onnan! Aha, healing pool van ott. Na, ez gond. Tehát most kellett volna használni a kavicsot. Csak meg kellett volna tanulni, hogy hol van a kavics. És akkor tudtam volna használni.
Aha, de nem is ott, srácok, hát... Ez mi? Hát azt mutatta, hogy ott a kör, azt rámugrat simán. Haló. Ja, csak nézzél, majd meg kell találni, hogy hol vannak ezek a kavicsok. Meg lehet-e találni mindig, vagy csak akkor, amikor mondja, hogy használjuk a kavicsot? Meglát végül is. Tehát ez a raid. Mondjuk nem így képzeltem el egy raidet, mondjuk mobilos játék, úgyhogy nem biztos, hogy többre kéne gondolni. Köszi szépen srácok a helpet, meg azt is, hogy hogyan kell ide jönni, meg hogy mit kell csinálni. Ja, hát mobilos játék. De valahogy én azt gondoltam, hogy ez komolyabb lesz. Na, kapunk majd tőle egy másik démont. Köszi szépen, srácok, még egyszer a helpet. Defeat Vita. Na ezt a Vitát hogy kellett győzni? Amikor full piros emelik a pálya alja, akkor kéne azt a követ használni. Ja, csak nem is láttam, hogy most akkor így mennyi ilyen van. Ahogy látom, nagyobb nehézségen nagyobb a reward. Viszont az most azt írja, hogy Demon Unavailable. Ha én ide nyomok, akkor gondolom itt lenne valahol, csak nem elérhető, gondolom én. A másik bosshoz mind a három nehézségen le kell győzni. Aha, tehát akkor ahhoz kell az 1250-es combat rating. Jó, tehát akkor itt van ez a guide questünk, amit majd sokkal később tudok megcsinálni. Azért, mert a combat ratingünk az 467, és hát ahhoz meg 1200 kell, tehát az gondolom odébb lesz. Kill lassal on difficulty 1. Most ez azért nem lett meg, mert hogy meghaltam. Akkor, ha most megyek még egyet, akkor mi lesz? Chest of Glory. Top 3 játékos kap egy Chest of Glory-t. Oho. Na nézzük még egyszer. Most ugye nem fogok lootot kapni. Ajaj, hát itt 3-an disconnectelve vannak. Combat rating... hogy ezt is be lehet állítani. A szemmel. Ja, hogy az difficulty 2? Ja, értem. Difficulty 1 az már paragon szint. De hát most mi difficulty 1-en megyünk. Tehát, hogy... Én most becsatlakoztam. És elvileg ezzel... Meg kéne, hogy adja ezt, nem? Ezt a Heliquary-t. Itt van. Heliquary level 2. Le kell ütni lassalt difficulty 1-en. És gondolom azért nem adta meg, mert meghaltam. Jól van. Ahhoz fejleszteni kell a Heliquary-t. Igen. Okay. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy olyat hol kell csinálni. Azt a blacksmithnél tudod. Hey there. It's good to see you. Biztos, hogy itt kell? Goodbye. What do you need, friend? Ja, hogy ez az. Elnyomtam. Most történt valami?
Nem mondom őszintén, nem tudom. Nagyon vakon vagyok. Na és most a menü. Jó, fent, igen. Menüben van egy olyan pont. Aha! Aha. Combat rating plusz 16, és egy új slot állokkolódik. Hú. Túl sok a lehetőség a játékban. Igen, rank 3-as lett a Harry Query. Egy új slot állokkolódott. Abba pedig bele tudjuk tenni ezt, amivel nő a combat ratingünk, és 10% attack speedet kapunk a challenge riftekben. És tudunk még egy upgrade-et nyomni. Jó, most már 4-es szintű. Nőtt még jobban a combat ratingünk. Jó. Oké. 6-os kell ahhoz, hogy még egy slot feloldódjon. Jó. Igen. Meg lett a Harry Query level 3. Nagyon jó. 501-es combat ratingünk van. Most már csak azt nem értem, hogy ezt miért nem adta meg, srácok. Melyik szeróra érdemes venni? Hát a Voidon van a legtöbb magyar, de nem tudom a többiek mi alapján választottak. Tök jó, hogy így rétkeresés közben még azért lehet játszani. Én most mondhatom azt, hogy elmegyünk addig bantizni. Köszi szépen a helpet, srácok. Köszi, köszi. Az helyzet, nem tudom, vagy én vagyok, én lettem boomer, vagy túl sok a lehetőség a játékban. Never rush a child of Bulkathos. Azt neked se adta meg, pedig párszor már megölted? Aha. Mint hogyha nagyobb lenne a társam. Amit elsőnek feldobod, de miénken is sok magyar van, több magyarknál is van. Aha. Stokira várunk. Gábor the Necro. Az igen, ketten vagyunk, nem paragon szintesek. Na nézzük! Tehát én most szeretném megtalálni a kavicsot. Srácok, ahhoz, hogy megtaláljam a kavicsot, mire kell figyelnem? Oldalt jelenik meg. Zsír, megtaláltam. Aha, és ki kell szaladni? Menj már! Tök király! Mint egy rendes raidben. És hány ilyen kavics van, srácok? Hát úgy néz ki, hogy nem lettem top 3 player. Vagy igen? Nem, nem lettem top 3 player. Shit! A többiek jobbak voltak nálam. Csak egy kavics van. És ez az egy kavics mindig ugyanezen a helyén van? Ezen a helyen van, srácok. Az random, aha, tehát akkor még arra is kell figyelni, hogy hova teszi a kavicsot. Az random lehívja egy játékosra. És az is damage-elne. Ah, de jó. Na jó. Oké, nem bountyzunk, nem délizünk. Köszi szépen amúgy a Semence, hogy jöttél. Rédezni. Nyugodtan gyertek ti is egyébként, srácok. Hogyha esetleg ilyen rédezős alkalom van. Ez tetszik. Ez tetszik. Most csináljuk tovább a
a sztorit. Haladunk tovább a sztoriba. Nem tudom, meddig tudunk eljutni ma, de nyomom. Ó, ne viccelj, szemány, semmi van. Ugye ez volt az, amit már nem tudtam csinálni, mert túl kicsi szintű voltam. Ezt a fát kéne megölni. A fa kapta. Majd látom itt a többi fa. És majd a kedvenc részem? Na, kíváncsi vagyok. Oké, és még egy fa. Meg itt megöljük ezeket az elitákat. Na. Hidden Lair. Cursed kin will reveal more. The gnarled husks point in this direction. If answers lie anywhere, they will be in the forest's heart. Tök jó hangja van annak, hogyha állapolódik az ulti. Na. Ilyen okádó sugarat nyomnak rám itt az enemik. Full kattyos. Feel the bite of my steel. Does not belong in the burning hells. Igen, itt van egy angyal. Angelic. Ez egy angyal koporsó. Koporsó? Ez egy angyal hulla. Korpsz. Igen. Keverem itt a dolgokat. The old growth. Azt hittem, hogy nem is fogok beszélni. Ez a fa. De jól néz ki. Menekül. Gyáva! GG ez. Szia, vadafak! Mi újság? Azt mondja, a kiáratot meg kell keresni. Jó, merre kell kimenni akkor? Úgy néz ki, hogy ott mutat egyébként egy utat, tehát akkor lehet, azt kéne használni. Ez esetleg? Értem. Hoddogot nyomtok? Na! Egészségetekre! Tegnap burgereztünk. Itt van Ynira, aki egy kés. Defended me. And that draining feeling is gone. I suppose I should have expected that the light of heaven would be a powerful tool in a place like this. Annyira szeretem ezt a poharat, srácok. Ott van benne egy kis ilyen buborék. Annyira király jól néz ki, nem? Pizza volt a vacsi, hoppácska! Milyen pizza?
Na nézd meg, izé, mutogatom a poharat, meg izé, olvasok, azt jól megtámadnak a szörnyek. I sense a presence. Angelic. Yet not. Immortal. You shine as a beacon. Please, fight on. I am imprisoned in the ruins ahead. Úgy ragyogok, mint egy szalonna. Matt. Én vagyok a ragyogó szalonna itt az angyalnak. Emekari még mindig egy vámpír csontű. Mármint, hogy én. Én nem, én egy eléggé húsos barbár nőszemély vagyok. De felkerült a ragyogás, a párom most megnézeti velem. Abból van újabb is, nem? A ragyogásból. Vagy csak képzeltem? Vagy csak lesz? Alkonya! Hát figyelj! Az egy tini móka. Ha tudod, hogy hogy kell hozzáállni, akkor még akár élvezni is lehet. Szopkodják az angyalnak a lelkét, vagy nem tudom miért. Jól kiszaladják? Tessék, kiszaladtam. Én úgy gondolom amúgy ez jó választás volt. De van a Dr. Sleep, az nem a Shining része? Én nem tudom. Nem értek hozzá. Annyit tudok, hogy a ragyogáshoz jött valami új. Vagy jön valami új. Szia Martin! Igen, igen, kérjük a bankkártyádat, és lehet, hogy 20 eurót, lehet, hogy 600-at vonunk le. Álom doktor, a ragyogás második része. Ó! Akkor azaz! Szevasz, Kizu! Veratiel! Ott van Veratiel! Ó, de szép szárnyad van! Adod ide? Tudtátok amúgy, hogy srácok, hogy a Diablo Immortállal, hogyha játszotok, akkor elvileg kaptok a Diablo 3-ba valami jutalmat? Én még nem néztem meg, hogy mi az. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Szemez, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Immáron a 33. alkalommal. Köszi szépen, hogy ezzel a 11. hónapját lehetővé tetted Martinnak. Köszi szépen. Srácok, peregjenek a szvegek. You have freed me from a millennium of torture for waging war against the Lord of Damnation. Na, kiszabadítottuk és nagyon örül. A familiar brilliance about your form that defiantly pierces the darkness. Ah, I understand. Izu. That blade you carry is Ylnira, edge of temperance, the last vestige of the martyr. May I share in its strength for just a moment? Rácsapott egyet a pengémre.
amivel kiszabadítottam. Meg lebegteti. Aha. Aha. Meglézerezte a pengémet. És egy teljesen másik helyre kerültünk. Amúgy most megadta, hogy öld meg a leszállt? Nem hiszem. Recedes from the pure light of the high heavens. Glorious, is it not? The blade has restored my spirit and my mind. Hoppá. Visszaállította a lelkét és az elméjét az angyalnak. What fate has befallen you that your soul should be in such a state as this? Hoppá. My soul. What of it? Mortal. When I look at you, it is as if Anus szeme nézi vissza rá bennem, természetesen. De miért van bennem Anus szeme? Your spirit would be nearly as depleted as mine. This could only be Skarn's doing. The demon lord has claimed a fragment of the world stone's power. Itt a karakterünk mindenféleképpen meg akarja állítani a démon uraságot. Az előfagyasztott pizzákat nagyon szeretem egyébként. Mondjuk mindenféle pizzát szeretek, de az előfagyasztottak is nagyon jók. Én vajas kenyeret ettem. Az is jó madár, ne viccelj. To alter creation. It was done once before, and the result was your world. If we are to combat a demon wielding such power, cooperation is vital. We must rescue my brother and another. Két karaktert húzni. Nem ismernék két karaktert húzni, srácok. Echo from somewhere in the plains of torment ahead. If anyone will know of Skarn's plan, it is he. Mikael. Mikaelt meg kell menteni. Mert ő ismeri Skarnnak a tervét. Your blade grants its wielder the power to commune through the light. I will guide you to the best of my ability. Köszönöm szépen. Segít utunkon a megmentett angyal, akinek a szettje nagyon tetszik. The path has been revealed, as it seems. Hát ez ilyen, Elden Ring. Ez egyértelműen Elden Ring kopi, amit itt látunk. Mikael! Merre vagyol? Mikáló! Na, mit főz Adria második? Jajjaj! Hát nem tudom. Nem tudom, én egy kicsit csalódott lettem, amikor például azt is megláttam, hogy a preregisztrációs bónusz cuccot, a kinézetet, az csak egy karakterre lehet kiváltani. Vagy az volt a terve, hogy két karakterre játszok, egyiken telónyomom esténként, a másikon meg streambe. Ja, de hogy így két külön karakter, tehát hogy karakterenként kell megvenni a Battle Pass, karakterenként van ez meg az ő. Akkor mondom, jó, akkor játszunk egyel. My health return. Ami jó, akkor kiváltam erre. Ja! És MMO a játék. Na de nem gondoltam, hogy annyira számítani fog a dolog, hogy így siessek például azzal, hogy lefoglaljam a nevemet. Úgyhogy... Az is például kimaradt. Hát nem csak az, hogy most nincs végtelen pénzem, csak hogy most kétszer progresszeljem a Battle Pass-t, érted? Tehát megveszem kétszer, oké.
De ha megveszem, attól még nem fog szinteződni magát a két külön Battle Pass kell húzni egyszerre. Tehát, hogy így most tartunk 20-as szintnél. Ja, most tartunk a felénél. Most lesz meg a fele. Nem kell kétszer megvenni? Na! Ezt nem tudtam amúgy. Mondom, engem nem is az zavar, hanem az, hogy kétszer kell izélni. Progresszálni. Csak egyszer kell megvenni, húzni kell karakterenként, aha. Na, ezt amúgy nem tudtam, köszi az infót. Mikhail, do you live? Varathiel sent me to find you. You're not an illusion. Another trick to torture me. Szegény Mikhail, azt hiszi, hogy kínozzák. An archangel's blessings. How? Oh, it doesn't matter. Please help me. Meg fog halni, és nem fogjuk megtudni a démon terveit. Ellopják a fényemet! Tök király. Butcher! Ez Butcher lesz. Wow! Yes! Bácserissimus. Mekkora jó már. Az gond, az gond. Amikor láttam, hogy elkezd égni ez a zóna, akkor mondom, wow, ez bácsár lesz. Viszont itt nem tudom egyébként a démonoknak a sztoriát, hogy ez most hogy működik. Tehát most megöltök bácsárt, oké, a Diablo 3-ba hogy él? És ha megöltük a bácsárt a Diablo 1-be, a 2-be hogy él? Kettőbe is volt Butcher, nem? Vagy csak az egybe? Már nem emlékszem. Az egybe biztos volt Butcher. Vagy ez egy másik Butcher, ez nem ugyanaz? Az a fia. A Diablo 3-ban a Butcher fiával játszunk. Vagy az unokájával. Majd megtudjuk? Jól van. Mert a szeretelőjét megszereztük. És ezt kell használni ahhoz, hogy kiszabadítsuk Mikhailt. De jó! De jó! Hát ez egyben egy kar is. A démonok alapelve, hogy megölheted, de mindig visszatér, mert ő csak visszakerül a helyére. Á, értem. Uh-huh. És ezért kell bezárni a démonokat. Mert akkor hiába térnek vissza, ha be vannak zárva, akkor nem térnek sehova. Ja. Király. Nem néztem az odátot. Na, mi van? Az igen, hogy magához húzta a staffját. Meg egy pillanatra visszafeküdt. Kain leveri a felső porcra a démon kristályt, az kiszabadulnak a démonok. Megölöd a bácsát, az hazamegy a bácsernéhez. Nem hoztál az a tejet. Az de jól hangzik, vadafak, egészségetek rá. Not yet, it seems. Varathiel has also been freed. There is something otherworldly about your essence, mortal. And you wield an archangel's weapon with ease. Jöhetne amúgy
Blizzardtól a Diablo-s Tower Defense játék, az angyalokkal kell játszani. Az angyalokkal kell játszani, és jönnek a démonok. És meg kell menteni a Heaven-t. Before I was taken here to be tortured by that beast, nem, bocsánat. Tudok jobban. Vampire Survivor-szerű Blizzard játék, és ott is jönnek a démonok. Na, vannak még ilyen ötleteim. Ojoj, démoni seregeket akar megidézni, Skan. Ajaj. Jó. Minden Evolve egy óra. Na igen, egy Infinite Area Vampire Survivors módra a Diablo stílusban adná. Ugye? Jó. Quest. Szintépés lesz? Aha. 57-es szint. Point me to the enemy. Meg lehet a 20-as Battle Pass. Az 55-ös szint. Jó, és itt most be tudjuk gyűjteni ezt. Legendary Crest. Jó. Azt akartam megnézni, hogy tudunk-e teleportálni, vagy valami. You're trying my patience. Not enough energy. Jó. Hoppá! Jó, 14.000 HP, 2.000, és már meg is halt. Cinematico. Micsoda koponyás ajtó van egyébként ott. Az a narancsos csoki az nagyon király volt, ja. Kíváncsi leszek, hogy hanyadik trájra lesz meg? Ajaj. Én is akarok így beszélni. Ez olyan rész, mint a, ami Kullénál van. Hegesztenek, srácok! Ne hegesszél! Dead Eye? A édesapám szeme? Jézus, nem is éreztem a különbséget, Skán, vagy te beszélsz. Hoppá! Teleportáció. De jó! Ez az a rész, ami a háromba is benne van. És ott nem is tudom már, hogy kihez kell lemenni. You stand before the Lord of Damnation in the depths of his domain, child. Understand that you are alive because I will it. Because I see what you really are. Úristen, ő tudja, hogy valóban én ki vagyok. This is the extent of your hospitality. I am unimpressed. You have my interest, but do not presume we are equals. Menekül, gyáva. Gyáva.
Allow me to demonstrate. Behind both of these gateways lies a tortured soul. One, the foul spawn of heaven. One, a servant from your world who has strayed from my path. And six. Utat kell választani. Hát én a jobb oldalt választom. Punisher of Sin. Választanunk kellett egy utat. Ja, aha. Hát egyértelműen a goblin kell választani. Bulkattyos. Bulkattyos vezest kezem. Enekül. Mali Duce. The pit of anguish. It must be someone. Na. Itt van valami sárga nevű. Menjünk csak oda. Stathacs vagy mi? Stathacs. Mindjárt tudom majd ultizni. Au. Elteleportált. Jó, van ulting. Milyen szépeket sebez ez az idézett lény. Lootot már nem tudom felvenni, megteltünk. Na végre. Jó, ennyi érdekelt, menjünk tovább. That feels much better. Ott is ilyen szifonozások vannak, de ez a démoni kapu kinyitásához kell tudni. Neki a szeme a kardján van, ahogy látom, meg a mellkasán. Uha. A soul siphon. It is exactly as Mikhail feared. The light of heaven is being consumed to summon Skarn's army. Nagyon szépen kapják. Ajaj, ajaj, ajaj. Miért nem segít az idézettem? Haló? Én úgy gondolom, hogy itt ilyen pathfindingos problémák vannak. Tessék. As Skarn's power wanes, ours grows. I sense another of my brothers. Andalon. To the north. Andalont kell megkeresni. Tágas égen, Andalon. Mehet.
Hall of Punishment. Szevasz, Coolers. Adjad. Szevasz, Alex. Jó, nagyon gyorsak vagyunk. I must reach Andalon before he shares this fate. The entire legion imprisoned. Monarch of Ruin. So this is how an unknown demon summoned an army. Jó, agyon csapjuk. Azt mondta Andalon, hogy itt már nincsen lószőr, úgyhogy nem itt kell őt keresni. Urus! Urus, figyel minket! Ott történik éppen. Az igen. Flame of Urus. Wow, de menő. Menj már onnan! Tetszenek ezek a bosszok meg komplexebbek? Aha. Na, milyen különlegesség kerül a tányérre, Coolers? Na, most már csak ki kell szabadítani. Így, hogy elpusztítottuk a szifont. Szegény, fel volt szúrva. Nagyon kimerült szegény Andalon. Would you prefer to remain imprisoned? Do not confuse incredulity for ingratitude, mortal. Scorn's evil must. Mi ez a medvetarkó? It appears fate has chosen you as its unlikely pawn. Szia, Connor. Has stolen my lifeblood and used it to birth an unholy army. Ó, a bitorló az ő vérét használta. Hogy szentségtelen hadsereget állítson elő. From issuing forth again, though it tests my faith. Akkor azért volt beleszúrva. Ez az Andalon akkor valami főnök? Valami főni lehet? Molten Egres. Jó.
That feels much Opa. Better. Give me two. Us. And we have waypoint. De az a küldetésünk, hogy keressük meg a második Pit of Anguish-t, de mutatja a térkép. Tehát akkor nem kell megkeresni, nem el kell oda menni. Átverés! Dupla Megöltem a tesódat, remélem nem baj, meg téged is. Még jó, hogy nem ultiztam el rájuk. Ennek még nem volt hangja. Biztos a drámai hatás miatt. Fall on deaf ears, demon. One does not raise an army or invade another world for peace. Holy wrath, well delivered, mortal. The last of my lieutenants is near. Shadox. Shadoxnak hívják. És neki ilyen piros szeme van. Painful effulgence. Such brilliance. Itt van Shadox. He lives. You must destroy the soul siphon, mortal. Nyomom. With pleasure. Egy újabb soul siphon. És most neki piros a szárnya. És így fehér lesz? Nem, piros maradt. De ő már lehet, hogy átalakult. Your bonds are broken, Angel. There is no freedom. Szegény Shadox megtört egy kicsit. Szerintem ellene kell majd harcolni. Do you not see? He wants you to free us. There can be no victory here. Ja, nem látjátok amúgy, hogy milyen menő szeme van, de tessék. A piros szárnyaiból gondolok erre. Join him, or we bleed away into nothingness. Mizó is Connor. Sikerült megoldani a Disney lust. Now you see my truth laid bare. The fate of those who stand against me. Eventually. De jól néz ki a portál, basszus. Hát mint így, ahogy így a közepe fele. Kapott egy kis életerőt, hogy harcoljon ellenünk. Mennyire bedesz már ez a boss. Box me,
Au! Na jó. Na jó, itt azért oda kell figyelni. Nem meged támadni. Édes Istenem! Ajaj! Édes jó Istenem! Nobaskodtam. Wow! Fész 2? Wow! Jézus! Ez a Shadox fight, ezt tetszett. Na? Sikerült egy vampi besorolás? Volt egy nagyon jó meccsünk az elején. Do not give in to despair. Your brethren live. Minden nap kaviár teszik, Kulers. Az igen, jó világ van rá. Yet I am lost. After all, the damned. Örülök, amúgy, hogy a dialóval, ha te megmentesz valakit, az ritkán köszöni meg, kb. Lennéz, hogy na, te mentettél meg, az is jó. Vagy szimplán megtámad. Hát ez egy ilyen világ, látod. Neki ez elég csúnya elmúlás volt. Ez egy elég csúnya elmúlás. His anguished spirit has been smothered by hell's corruption. Shadex. We shall remember you. Én örülök azt. Jaj. Despite this tragedy, we must carry on, fulfill our mission. Ha egy angyal meghal, ő a pokolba került. Hát ő inkább nem halt meg, hanem elenyészett, én nem tudom. Úgy szétfoszlott, ez elég csúnya volt. De amúgy nem tudom, hogy az angyal meghal, akkor hova kerül egyébként. Lenyúlta a kardunkat. Úgy néz ki, hogy csak kihasználtak a karddal kapcsolatban. Mert úgy néz ki, hogy most az lett a katalizátora a portálnak. Tehát ő nem tudta volna ide elhozni ezt a kardot. Megelhoztam. Wow! Hát, na. Az gond. Corrupted, and there is no destroying this pit without it. The only way to end this is by going. Itt van kutya cica. De jó izéje van. Orbia. Egy főnixet fog a kezébe, kutya cica. Az utolsó dungeon. Ez
upon us, or you too shall be consumed. Ez olyan gyorsan félbeszakadt. Jó, lesz egy sárga elemünk. Pit of Scorn's army. All I have to do is stitch it shut. You're trying my patience. Próbára teszed a türelmem, mondd el ő. I need your time. Ajaj. Ajaj. Mik ezek a köpködő kígyók? Hát így halni fogunk. Au. Kétszek. Asztalat! Köpködő kígyók. Durva volt ez a méregsebzés. El onnan. Jó. Elbújt. A második utána nagyon gyorsan jön. Ja, a méreg nagyon durván sebzett. Hoppá, az igen. Hogy lecsúsztunk? I need more time. This Gorger. My health returns. 2000-et sebez ez a szemért. Ez a szeméta. Szia, Debulon. Alig tudok már lélekezni, jaj! Gyorsabban kell mozogni, jaj! Ajaj, ez fájt. Azért, mert ez a szemét, aki ott köpköd hátul, az nagyon durvákat rám csap. Nem készít fel a játék, hogy ilyen durva dolgok lesznek itt? Jézus! Ne! Megtelt az inventoring, srácok. Destroy? Lehetne valami gyorsabb módja is a destroynak. Ja, ajajajajaj, mit csináltam? Édes Istenem! Jó, tehát az nem kell, destroy. Destroy. Ja. Bár haza is szaladhattam volna. Egy lift. Aj, és... Jó hosszú. Na, várjatok. Hazamegyünk, eladjuk a cuccokat és visszajövünk. Jó?
No, not yet. Dead Dan. Majd azt én tudom. Hey there, it's good to see. You do the fighting, I'll do the forging. Megegyeztünk. Ennyi? Jó, akkor megyünk tovább. Mint egy ló. Mint hogyha egy ló vágtatna. Úgy nyomja a barbárom, nem? Olyan ritmusban. Still recharging. Sose használtam még a portálomat visszafelé. De kipróbáltuk, működik. Wow! De remegett a kép. Ja, van ilyen portál, tényleg akkor jó, abban a helyzetben jó, amiben én is használtam. Zoltrax! Tehát ő itt a Zoltán nevezetű démon. Nagyon nyomja ott a sebzéseket, csak rossz irányba. Nézed ki? Nem tudom, mit kéne sebezni a fegyvert. Azt a rohadt! Nagyon jól néznek ki itt a képességek. Letankoltuk. El onnan! Wow! Ja, igen, van ilyen portál, ez még így a letűnt korok diablójaiból van. Így, hogy már van immortál, így most már senki nem tudja, hogy van ilyen portál. Mármint, hogy így el van rejtve. Tehát nincs kirakva mondjuk oda a portál, mint a HP poti mellé a portál. Szia, Petalack. Bull kattyos. Ó. Ezek nagyon nyomják a damot. De főleg ezek itt hátul, azok nyomják a damat. Simán kirakhatnák volna? Akár. Elfért volna. Igen. Na ez már itt a vége, srácok. Demogorgon! Na hát ez a játék még Stranger Things copy. Elden Ring copy, Stranger Things copy. Zaka. Úgy hívják, hogy Zaka. Zakika, van valami között ez a bosshoz? Jézus.
Na és hogy lehet támadni? I don't have enough energy. A zavaró ebben az, hogy nem tudom, hogy kéne támadni a boss-t. Tehát, hogy nem... Ja, látom. Az igen, megette a pályát. Normális. Visszaszámolnak ezek a robbanó izék. Tudom, így PC-n nagyon rossz ez a design. Ez szörnyű, hogy így nem lehet normálisan támadni. Oda néz, benne vagyok a zakában. És ott a szíve. Fúj, ez mi? Én nem akarom tudni, hogy ez micsoda itt. Parazita? Valami parazita, srácok. Menj már onnan. Nem csinál semmit az idézettem, csak úgy áll egy helyben. De jó. Na végre tudom csapkodni az akát. Most ez így mi volt? Na mindegy, agyon csaptuk, gondolom én. Ó, és akkor most megint a parazita jön. Amúgy milyen szemét volt már a játék, hogy elszpoilerezte, hogy meg is csináltuk a dungeont. Jó, mondjuk az, hogy most 5 másodpercek tudom meg, hogy amúgy itt egy teleport. Na ez volt a dungeon, srácok. A Pit of Anguish. Elég király volt amúgy. Csapatban ez biztos jobb.
amúgy tényleg durva, tehát tényleg az, amit mondtok, hogy ez a dungeon így brutál volt ahhoz képest, hogy milyen dungeonok vannak a játékban. Na, és már csak a level 60-as szintet kell elérni. Oké, okay, explorációban megkaptuk itt ezt a boss killt. Jó, és akkor el kell menni. Ez jó volt, szia Blade, üdv mindenkinek. Ja, szóval így PC játékosként borzalmas voltam ugye ezt a boss-t ütni, mert nem is ott volt a hitbox. Tehát, hogy így sokkal magasabbra kellett célozni. Ez a dungeon olyan, mint egy teaser, olyan, hogy milyen lehetne a game, de meglepi, nem ilyen. Hát amúgy lehet, hogy ilyen majd az endgame, nem? Úgyis most közelítünk az endgame-hez, szóval simán lehet, hogy megmutatja, hogy amúgy ilyen lesz majd a játék. És eddig csak piskóta volt, amivel találkoztunk. Vagy nem így van, srácok? Rosszul gondolom? Simán lehet amúgy. Scarn must be somewhere beyond this gate. But how to breach it? You do not bear this burden alone, mortal. Na, jöttek segíteni az angyalkák. With Ylmira lost, I feared the worst. I am glad to find my fears unfounded. The mortal lost the archangel's blade. And we are nearly powerless in the heart of Scarn. Hát itt vannak és menőn néznek ki. Anything, your fears are vindicated. We should never have trusted such a fallible creature. Silence, Andalon. The pits of anguish lie dormant by this mortal's hand. Our bickering only benefits the enemy. Szegény angyalok amúgy pont egy mortálisra, egy élő emberre kell támaszkodjanak. We must work together, for eternity is at stake. Mortal, see to our defense, and the path shall be opened. Jó. Na tessék, az angyalok ajtót nyitnak nekünk, srácok. It is done, but it will take all of our strength to make it to the portal. Tehát, hogy sok erejükbe kerül, hogy nyitva tartsák a portát. Who commands the power of creation? Can you overcome this challenge, mortal? My people, Nevaeh, bled and died to ensure the world stone did not rest. Itt mindegyik klassz a saját területének hőséről beszél, vagy itt mindenki Nevaehről beszél. Ennél a résznél. A My People alatt. Valaki esetleg ezt figyelte? Skárnak a chamberébe mentünk be. Olyan, mint amikor Diablo fele kell menni. Nem? Wow, de rohadt jól néz ki. Szeretném, hogy hozzájuk csatlakozzak, de nem. Hát egy igényes démonnak legalább 25 méteres folyosója van. Jó, de ez mobilos lehet, oda. Bulkatyos. Meglézerez. Normális.
kis férgeket idézett ide. Ezek azok, akik segítettek rajtó, nem? Ja. Ezek azok, akik az aktokon úgymond találkoztunk. Jó. Ajaj. It's gone. Hát ő, hagyjuk már, hogy mekkorát pörög. Jó. Ilyen hívek nem akarnak jönni esetleg? Na végre. Mi a szar? Na, tehát akkor az igazit kell megtalálni. De mi ez a számláló? Amúgy. Jézusom! Na, meg lett! Jó! Meg kell ütni róla a HP-t. Ott a HP glob. Nem mozog. Jó. Nem mozog. Jaj, de jó. Megvárjuk, hogy lejárjanak a CD-k. Jó, megint várunk itt egy kicsit. 12 szek. Jó. Na.
barátságos lézerek. Oké. Ott is van. Ymira, it survived. Yet corruption befouls the blade. Perhaps Cain will know what to do with it. Na, majd Cain tudja, hogy hogy lehet megtisztítani a korrupciótól ezt a pengét. Közi szépen Kelvin szemezés akika. Humanity's light ended with him. Good riddance. Na és akkor most kell begyűjteni a Wordstone se... Ja, az ennyi volt. Így zsebre is raktam azt se. I find anchor in the fires of hell. From the endless abyss, terror stalks creation. Once more. Oda néz. Flee now. Get the shard away from here. Wow. Wow. Tök király volt. Na, most srácok, be kéne zárni ezt a portált, mit szóltok? Dehogy is, bezárjuk azt, csá. Jó helyen van az az angyalot. Így van, feláldozta magát. Are unworthy of such sacrifice, mortal. She felled countless demons across the field of eternity, only to suffer for an eon. Kötelező feláldozás, Pipa. Fit to question her. Andalon, remember her words, and hold your ire for the enemy. Német nyelvű Morbius reklám, nem tudtam, mi hiányzik az ebédhez. Ezt már más is mondta, hogy német nyelvű Morbiust kaptunk. Az úgy biztos egy különleges dolog, majd meg kéne néznem, hogy milyen lehet ez német nyelven a Morbius reklám. Jó étvágyat egyébként. Hold you in the same esteem. Mikael egy nagyon lojális angyal, Andalon pedig nem tűnik annak. We will be watching. Do not stray from the light. Hogy meghajoltak. Autó navigációt feloldottuk ebbe a zónába. Szevasz, szevasz, Tadeusz, üdv mindenkinek. Na. És Káinhoz kell mennünk. Tizennyolc százalék. One Time Bundle, na nézzük, ezt azért kaptuk, mert ugye a Pit of Anguish-t megcsináltuk, ahol a kukac volt. Szia, Suti! Mi van még itt? Micsoda jutalom, vehetünk nagyobb bundle-t, hát ez a jutalom.
Hellrider, ezt oldottuk fel a bestiáriumba. Hogy sikerültek a besorolók? Lehetett volna jobb is. Na, egy szint hiányzik, tehát egy 30 battle pass point hiányzik ahhoz, hogy szintet lépjünk. De most meg lett így ezzel az 58. És vissza kell mennünk Káinhoz. Szóval így... megvoltak, volt egy jó meccs a 10-ban. Ja, rá akartam. Itt van Sifat. Na. Destroy, valami destroy the Wurstone Shard, az a feladatunk. You've returned. Charcy. We were beginning to fear the worst. You have it. The last Worldstone Shard? Bizony, megvan. Yes. But it came at a terrible cost. Diablo's soul has been freed within the burning hells. Diablo? No, it was done. The Lord of Terror was dealt with. This is a catastrophic turn of events. I had hoped we'd averted the end of days. But this... It is not over yet, Cain. Nem itt el, Cain, hogy megtörtént, hogy kiszabadult Diablo. Diablo has not taken form. There is still time to prepare. I've been too complacent, a fool. I should have foreseen this outcome. Still, it seems. Kain bánja, hogy nem látta előre, hogy ez fog történni. At least you were able to wrest the shard from Hell's grasp. Come, we must destroy it while we are still able. Na de várjunk, srácok, hogyha bebörtönzünk egy démont egy ilyen kavicsba, és elpusztítjuk a kavicsot, akkor vele pusztul a démon is, ez a cél. Ilyenkor nem kiszabadul a démon. Unsheath Ylnira, and let us banish this corrupted shard from our world. Van itt köztetek ilyen démon szakértő? Hogy hogy megy ez a dolog? Hell's corruption is overtaking the blade. Look at it. Majdnem kihúnyt a fény a fengéből. Can anything be done? Azt hogy itt még nem tudták, hogy kiszabadul. Hát de akkor csak tudták. Tehát hogyha bezárják a kavicsba, akkor csak tudják, hogy hogy lehet kiszedni onnan. I do not know. Vagy azt még nem tanulták. Charcy, blades are your expertise. Egy óta tudni. Lehet akkor hogy lehet kiszabadítani a démonokat? Ha elpusztítom a kavicsot, azzal kiszabadul? Hát az egyben az van, hogy a sárdot azt így nem szabad hozzányúlni, nem? A Supernatural következtetve az elzárt tárgy széttörés elvileg kiszabadítja. Nem tudom, én inkább bezárnám a kavicsokat, mint sem elpusztítanám. Ja, tehát akkor most a Destroy alatt arra gondolnak, hogy szedjük szét a Wurstone-t. Ja, jó. Jó, hát... Yet, Ylnira is the only hope we have of destroying the shard. Arról beszél, hogy elpusztítjuk. If Diablo returns to life... De valószínűleg akkor a széttörésére gondolnak, jaj, jaj. I'm not certain anything could stop him. Oh, Tyriel, if only you were still here to guide us. Mm-hmm. We must use the blade as it is.
Hold on. You heard Charcy. The results could be catastrophic. We don't know what destroying. Nem tudjuk, hogy mi lesz annak a következménye, hogyha a korrup pengével elpusztítjuk a shardot. Úristen. Hát akkor csináljuk. No worse a fate than what Diablo would unleash upon us. All of you. Mi történt? Mi baj történt, hogyha egy korrup pengével szétszedjük a shardot? Na nézzük. A semmi nem történt. Mi volt ez a jumpscare itt? Vagy mi ez? Skán volt. That light nearly consumed you. I feared. Well, thankfully, it doesn't matter what I feared. You live. And the shard is no more. Most már semmi sem számít, élünk, és a shard az elpusztult. De eltört a penge. De betöltötte a szerepét. We will have to take some solace in that. Neked úgy tűnt, mintha a skán a halálátú saját évne. Besides, if what you saw is true, and Diablo's spirit survived, then the end of days has not been averted. We will need all the strength and azóta háttérbe szerintetek Káin lehet ott? Káin a feleségével és a kisgyerekével. Igen. Jó. Van nekünk egy ajándéka. Na nézzük. Jared, köszönöm szépen. Tehát nem láttuk, hogy mit kaptunk, mert rájött közben egy más felirat is. De valami Jared... ezt is kaptuk? Meg valami Jaredet, de az a Jared az nem tudom mi lehet. Mit tudom én, valami Jaredet kaptunk, srácok, ami nem tudom mi. De itt egy szetes cipő. War Rags of Chalbas. Primary attack damage 15%-kal megnő. Attack speed megnő. De jó buildet lehet itt összerakni. És igen, itt a többi része a setnek. A kék kő az. Tényleg, köszi szépen. Jared Kane's Vision. Hogy hívják a Jared Kane? A ciki, de nem tud. De ki az a Jared Kane? Mondom, az a fia lesz. A fia. Kőbe zárta a fiát, Deckard, tuti. You hold a vessel of power. Az az őse. Jared Kane. Ja. Sadly, his writings mention very little. Én egy kicsit túl gondoltam. Whatever its purpose was, the man refused to document it. Most nagyon kevés feljegyzés van erről a cuccról, azt mondja. Against all odds, the Herodrim stopped Diablo and his brothers from assailing our world. If that vessel holds even a sliver of their power, it could prove useful. Thank you, Kane. We will prevent the Lord of Terror's return. There is no other choice. A démonok elleni harcba jó lesz majd ez a vessel. But even if you are successful, the dark ezek az ősi kövek hát olyan okay, useful. No. The end is coming, and we must prepare. For now, though, I must retire to my studies. I am certain there is something I missed. Hát mondjuk azt misszelted, hogy mi történhet, hogyha egy korrup pengével elpusztítanak egy Wurstone-t. Egy Wurstone shardot. Na, srácok, a következő feladat az az, hogy érjük el a level 60-at.
Hát én azt mondom nektek, hogy oké. Faros, itt van Faros. Oké, tehát akkor a level 60 lesz majd a... Itt van Tigerl. A level 60 lesz majd a cél. Mit is mondtam nektek, mikor fogunk diablózni legközelebb? Ezen a héten lesz még? Nem. Ezen a héten ez az utolsó Diablo immortálozás. Úgyhogy amikor már legközelebb látok diablózni itt streambe, akkor már meg lesz a 60. Úgyhogy ezt a challenge-et majd tudjuk csinálni. Meg itt vannak még dolgok, amik így várnak ránk. De bountyzni azt én nem akarok a streambe. Viszont rég voltunk már riftezni. Challenge rifteket rég csináltunk, úgyhogy arra ránézünk, hogy az a mi újság. No, not yet. Arra gondoltam. Level 60 után nem tudom, mi marad. Hát elvileg akkor jön a hell level. Hey there. It's good to see you. Shadow cuccokat próbáltad? Nem, még nem próbáltam. Lehet, hogy például azt is meg kéne nézni. Nekem olyan meddig a hál. Aha. Na jó, ezután majd segítsetek már létszél ebbe a iszébe. Shadow cuccba. Hogy olyat, hogy lehet majd csinálni? Csak most vegyek egy Eldar Riftet, mert már olyan rég csináltuk. Majd navigáltok? Jól van, köszi Szemenz. Energikus, még több energy orbot dobnak, gyorsabb az enemy, és minél kevesebb a HP-nk, annál többet damolnak, hogyha jól értettem. Jó, egy affol, egy pedig már előre rohant. Ez a mágus, ez... Én úgy látom, hogy nagyon keménybe van. Képességek történnek a képernyőn. Ja, ez itt már a vége. Majdnem 100 kill-nél járunk. De jó látni ennyi kritelést. Mekkora számok, srácok. Na ezért szeretek ilyen játékkal játszani. Nagy számok, jó út. GG, easy. Endú. Én csak a izéket csinálom, a bounty-kat. Ez jó volt. Wow, és ez egy gem. Kaptunk egy gemet. Need something reforged? Persze, mindent. Most appreciated. Shadowba is vannak kontraktok, aha. Jó, a gemet akarjuk megnézni. Tízszer esélye el, hogyha legyőzünk egy emmit.
akkor a közelében levők megijedhetnek. És kaptam valami port. De nem tudom, milyen port kaptunk, de 12 port kaptam. Jó. Most be tudunk gyűjteni egy ilyet. Az Elder Rift jutalmat. Ilyet nem csináltunk még, ilyen Battlegroundot, úgyhogy még ezt is megcsináltunk. Nézzünk egy ilyet is, és akkor utána shadowzunk. Battleground Captain. Ezt még te se próbáltad? Na. Minden nap 8 és 10 között, 12 és 14 között, 18 és 20 között, 22 és éjfél között lehet nyomni a Battlegroundot. PvP-t nem szereted? Én sem, de kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Daily challenge is van, vegyél részt Battlegroundon napi 3 alkalommal. Glowing Shard, ugye ez a Legendary Extractból is jár. Ezt a Bloodstain Key-t ezt nem vágom, nem tudom, azt sem tudom, mi ez a Iben Fat Sanctum. Ez kemény lesz. Kíváncsi vagyok. Az Ashmirans Key. Ezt is fel kell fedni. Hm. Oké. Okay. Három stage-e van, igen, védőként Secret Guardianokat kell protektálni. Második stage-ben nem szabad, hogy az idol elérje az Ancient Heart-ot. Aha, tehát akkor megy előre, hogyha csak attacker van a közelében, akkor áll egy helybe, hogyha attacker és defender is van, és megy visszafele, hogyha nincs attacker a közelben. Attack és destroy a harmadik stage. Meg kell védeni az Ancient Heart-ot. Jól van, ez tetszik egyébként. Erre kíváncsi vagyok, ez olyan overwatchosnak tűnik az a második stage. És látom a többieket. Protect the Sacred Guardians. Három guardian van és mindegyiket meg kell védeni. És ott ilyen százalékok vannak. Attacker slain, 55 attacker. Az igen, nyomják. Egy Guardian el is esett. Jó. Ugye nem tudunk healálni, az elég szívás. Van itt valami healelős lehetőség, srácok? Bandázsolni tudom magam. Wow. Ajaj. Oké, okay, egy Guardianunk elhullott, mondom, a többit most védeni kéne. Oké. Okay, a jobb oldal itt szedik. Jövök, tesem, jövök. Rekt. Na, ez mondjuk nekem lesz leg, valószínűleg. Jó, hát ez itt mi? 1v a sok. De társaim azok úgy középen ott elizé lovoskodnak. Jó, jönnek. Jó, ez van. Menj onnan. Vulkatyos. Brutál! Still recharging. Jó, hát ez mindjárt meghal.
Jó, tehát akkor most menni kell védeni a másikat, az utolsót, de a társaim közben itt háborúznak. Jó, hát most ezt kell védeni, társák. Vagy menjünk oda harcolni, üssük őket agyon. Hát az itt állásnak nem sok értelme van. Jó, hát én is majdnem. És tehátrévök. A vérzés miatt nem tudtam bandage-elni magam. Hűha, ezek nagyon nyomják. Au. Hoppá, ott azt hogy behúztuk, srácok. Kettes kill streak. Jövök. Nem engedjük őket ki. Nagyon jó. Azért itt range karakterrel kicsit könnyebb a helyzet, nem? Hát... Jújjúj, oda nem tudom miért mentünk. Hát az idézett izémet megölték. Ujjúj. Itt van velünk a Bayern. Ujjúj! Srácok, elkaptak! Megrektáltak! Mit ajánl a játék? Aha, upgrade-eljük az equipmenteket. Ó, ez csúnyán inasba raktak minket. Never rush a child of Bulkathos. A többiek azok még élnek. Ajaj, halnak a társaim. Jövök, team, jövök. No, not yet. Jövök. Jó, eddig jöttem. Én észre sem vettem, és már egyedül voltam. Többiek közben hátra mentek. Basszus. Ja, CC-zve voltam, nem tudtam megmozdulni. Az a gond, hogy kapja mindjárt a Guardian. Jól csinálják a srácok. Mondjuk az elején nagyon könnyen odaadták a középső Guardiant, nem? You're trying my patience. No, not yet. Jó, kicsit hátrébb bővünk kilelődni. Mert például a lassító cucc az jól jött volna. A Hotamra. A Hammer of the Ancients-ra. Jerryman így befutott. Itt van kefír, jól láttam? Van egy kefírjük. Ez mi volt? Valaki meglőtt. 60 a max szint, igen, de utána meg paragomból tovább lehet menni. Így PvP-zni biztos valami range-t elnyomnám, range karakterrel. Battle ending. Az ott nem tudom mi, de nem akarok benne állni. Most mi van? Victoriális Royale.
Victoriel is rojálnak a srácok. Hol vagyok? Utolsó, mi? Na, ne jó, nem vagyok utolsó. Utolsó előtti, előtti. Van 8 asszisztom. És ott az MVP. Így nekró lett az MVP. Jó, de hát a srác azért utolsó, mert 11 asszisztot nyomott, tehát hogy az nagyon jó volt. Ott a néz. Bronz 1! Szevasz, sziasztár. Itt mindenkinek, srácok. Nem. De jó volt megtapasztalni, hogy milyen a PvP, nem, srácok? Bár azt írja, hogy 3 Battlegroundon kell részt venni, az a déli challenge-ünk, azt én egyen már részt vettem, de nem számolta. Ó, és itt vannak a jutalmak. Bronz 1, bronz 2, bronz 3, bronz 4, bronz 5, és akkor silverbe ugyanez. Kapunk érte Reforged Stone-t, kulcsokat. Sok kulcsot van, gold is, és van a legenda. Kék a kisik, arra egy számolja. Ó! Oh. Köszi! Köszi, srácok, igazatok van. Százkettes. Viszont ezt itt nem számolja. Ezt itt nem számolta valamiért. Jó. A Battlegroundért amúgy 10 pont járt. Jól van. Király. Most már ezt is tudjuk, hogy milyen. Ennek örülök. Shadow. A Shadow-s tucat akarom csinálni, akkor erre kell rányomni, erre a Legacy of the Horror Dream-ra. Vagy mit kell csinálnom, hogy Shadow-s cuccot csináljak, amiről beszéltetek? Shadow-s küldi vagy? Nem is tudom. Contract. Az más? Jó. Akkor nyissam meg a térképet. Shadow a dock közelébe van. Itt valahol. Adventure Seeker. Ott lent a dungeon, a Court of Whisper. Jó. Court of Whispers. Okés. Várjunk. Oké, okay. Bemegyünk. És akkor itt kéne lenni valaminek? Nem megy a leülés. Na azért. Vagy itt mit kell csinálni? Több dolog van. Hát jó, csak... Na, itt én látok egyet. Looking to hit them where it hurts. Read the vault. I'll recite the words. I'll open the way. Figus. Az ilyet csinál. Itt van egy olyanunk, hogy Assembly Hall. És itt van egy Rite of Exile-ünk. Három dolog is van. Hát akkor én megnyomkodom ezt. Ez mit csinál? Lehet, hogy küldetés ismertetett, nem csináltam. Sőt, biztos, hogy nem csináltam. We have much to discuss. Biztos, hogy nem csináltuk meg. Welcome, initiate. You're one of us now, as I knew you would be. There's a lot for you to achieve before you'll be ready to help overthrow the immortals. Speak with the Twilight Agent to get started. We all see your potential.
Don't let us down. I made it down the stairs, didn't I? Don't worry. Na. Twilight Agent el kell dumálni. Aha, akkor azt a küldit kellett csinálni, amit mondtam. Azt a zöldet. Jaja. Na, most már itt van. Vannak. Immortals is no easy task. But with your help and a proper plan, we might just have a chance. Pay close attention and I'll walk you through what we have in store. Na, most fog mesélni nekünk, vagy legalább mutatja nekünk itt ezeket a stage-es dolgokat. Shodan Stage. Minden egyes stage állókol egy új aktivitást. Planning, Gathering, Shodan, Reckoning. Értem. A Gathering azt így láttam már valahova kiírva. Planning. Recruitolni kell még több adventurert. Déli kontraktokat kell csinálni. Influence-t kell szerezni. A Shodannál pedig déli kontraktok vannak. Rite of Exile. Aha. Aha, és vannak bónuszok is. Plusz damage és minusz damage taken. Jó. És ezt így meg... Igen, és akkor most újra beszélni kell velem. Your rank demonstrates your dedication and efforts to the cause. A Raid of Vault jó pénzt ad, a challenge-ek elég jó kis teszt, aha. And that dedication akkor ezeket megcsináltad, Szemánsz? The higher your rank, the more you'll have access to within our organization. Na, és mi a rankunk? Shadow. My rank. A jelenlegi rankom az Initiate 1, Damage Increase 1, Initiate 2, Contract Unlockolás, az jön majd vele, a hárommal a Raid the Vault, Rite of Exile és a Dark Clanok, Damage Increase, még több, még több, még több, még több, Watcher Hunter, Blade, Phantom, Unseen, Whisper, Whisper 4, az már 32 damage. Okay. És itt is le. Complete contract. Ajajajajaj. Complete contract, Raid the Vault, Challenge Quest. Aha! Nem gondolták túl a bónuszokat? Tessék, damage! Meg defense. Okay, és akkor itt vannak. Shadow Lottery. Ja, mert ezzel a Shadow Lottery-vel lehetne egyébként bekerülni a Shadow Clan-ba. De ugye ez nekünk kimaradt, mert a klán behúzott minket ebbe az egész dologba, ha jól tudom. Úgyhogy ez a Shadow Lottery-s dolog, ez kimaradt. Contract Raid Battleground. Assembly Rite of Exile Shadow War. Shadow War az sütörtökönként elérhető? Este 6-tól 9-ig? Jól értem? De onnan kerültél? Nekem az kimaradt sajnos. Ez a móka. Speak with the Path of Blood Guide. Path of Blood is more than just a name meant to scare the fragile. Horrors lurk beyond this door. And with every fear conquered, ezeknek az elérhetőség. Hát ugye, hogy akkorra tömörüljenek az emberek, szerintem ez jó dolog, csak... Nekem akkor ez itt kimarad. Enduring these trials is a powerful way to improve your standing. Ez a challenge, aha. Simastai talma. Each floor will bring new challenges as well as new respect. Na, erre kíváncsi leszek. If you survive.
Na, mutass nekem valamit. Aha. Unlock the activity Path of Blood. Jó. Mehet. Jó, tehát akkor, ha itt rányomok, akkor automatikusan egyébként idehoz. Egy eventet csináltam már ilyen Word-oset, érdekes volt, elég laggos. Na nézzük az első challenge-et, hogy milyen. Itt a Path of Blood-on nem lehet HP potit használni például. Ja, hát ez az első challenge volt végül is. De hogy ez volt a challenge, nem lehet healt használni és le kell csapni az enemit. Oda néz, damage increase. És ott a rank rewardunk. Igen. Jó. Oké, okay, én most csak ezen a navigáláson végig megyek, hogy így minden meglegyen. De a challenge-eket azokat így mindenféleképpen veletek szeretném majd megcsinálni. Bizony, initiate 2 lettem. Speak with Bailey and tell him Vanek sent you. Go to the Wolf City Tavern. Durva egyébként, hogy a taverna alatt itt egy ilyen kis részleg van. Na, most megyünk, vagy nem? Na, Bailey. Vanek, you say? Good. Can always use more. Mindig jól jön neki, plusz egy kéz a konyhán. The shadows of special jobs that need doing. Contracts. Ah, kontraktok, aha. And I'm the one who serves. Fiona, hogy nyomja ott? Check in regularly, as there's always something new simmering on the stove, if you catch my meaning. I hate to see the pot boil over. Of course, I'm a kitchen hand, and we're talking about cooking, obviously. Így van. Jó, és akkor most mutat nekünk a játék kontraktokról dolgokat. Igen, a activity, kontrakt. Három kontrakt elérhető. Milyen aranyos ez a kutyus? Jaj, lemaradtam. Hol elérhető a kont? Ja, itt. Dungeon Solo. Hát, Solo. Sanguine Ruins, Shadow Prisoners, Find Shadow. 312.000 XP. Missing a person. Mehet a navigáció. Nézzük csak mennyi XP-nk van. 1, 2, 3. És hogy azt a negyedikbe kezdtünk bele. Jó. Nézzük csak mennyi XP-t ad. Az ott micsoda? Ja. Step forward and meet my play. Leszok. Gyere csak vissza! Jó. Na, én így csak tovább akarok menni. Jó. No, not yet. Nem hagyják. Ez gyakorlatilag déli küldi szerűség. Egyelőre. I need energy. My health returns.
Csak hosszabb déli küldi. Is that all you got? Igen, nem találta még meg a nestet, ahol lehetnek. Jó. Jó. De, ja, tehát akkor ez hosszabb bounty. Aha, itt vannak a Bloodsworn-ok valahol. Na, összekötjük a kezeit Jennynek, és nem az fog történni, amire lovacska gondol, hanem csak csaliként használjuk. Itt jön az őrjárat. Ivie, milyen jó sapkája van? Jó, és akkor audienciát kérünk. Jó. Jó, lehet bounty-kal együtt, mert van, hogy a bounty és kontrakt is egy helyre szól. Aha, ja, az király. Az király. Na, itt van, Beronye. Igen. Szegény Jennyn. Ja, hogy sietni kell, nehogy feláldozzák Jennynt. 35 másodpercünk van. Ha elbukok, akkor mi történik vajon? GG easy. Ja. Akkor kezdődik előről? Teljesen előről, vagy csak ez a rész? Úgy jó, hogy a denevéreket nem rám küldtem. Jennyn hogy tankol egyébként? Jó, hát ugye ő ezt nem teljesen így gondolta. Hogy csak úgy meg lesz kötve a keze, azt így ilyenek történnek. Megmentettük a shadow-kat. Legalábbis kiszabadítottuk. És mehetünk vissza. Jó, kérünk egy kis movement speedet. És akkor kaptunk. Elég szépen adta ez az XP-t. 1, 2, 3, 4, tehát ebbe kezdtünk bele, tehát adott egy másfél kockányi XP-t. Ez király. Jó volt itt a jutalom. És én is 7-3 lettem közben, a vaultos rédek most már elérhetők. Nem tudom, itt mit akar mutatni a játék. Ja, erre rányomhatok, kapok healtet. És... Court of Whispers. Lemegyünk újra. És akkor fikusszal kell beszélni. Bizony. You're not one to lay about, yeah? Eager to get messy. Looking to get wealthy. A thief after my own heart. Not literally, I hope. Risk equals opportunity.
Opportunity equals rewards and recognition, right? Tehát a kockázat egyenlő jutalom. Ez jó, azt tetszik. But I'm willing to bet your safety on it. I appreciate your honesty. Jajjaj, tehát azt mondja, hogy tudjunk meg többet a Vaultról. Van itt még valami, amit nem oldottunk fel? Nincs, jó. Raid the Vault. Join, aha. Jó, hát először beszéljünk ezzel a Twilight Agent-tel, aztán mehet a raid. Congratulations on your performance so far. Now, to reveal one of our greatest honors and heaviest burdens. Within the shadows are smaller groups of like-minded people. Together, they form dark houses and vie to be worthy of taking down the immortals. Find the unspoken to learn more. Mid unspoken. Jó, akkor először is raid. Aztán majd mehet ez a immortálos küzdelem is. Aha. I will protect you. Még időben srácok, mert déltől 2-ig és este 7-től este 9-ig lehet nyomni a raidet. Nyolc aktív raid van jelenleg. Steal treasures and escape alive. Vannak wardenek, igen. Akik megszólaltják a... Ajaj. Ja, hát itt már megy közben a játék? Special healing pool. Aha, immortal shadow. Na jó, itt, tehát hogy ez a játék, ez már, ez a menet itt már elkezdődött. Mi a lényeg, srácok? Valaki, ha esetleg tudja itt a cseten röviden, tömören. Látom, hogy ilyen eszencia van nálam. De hogy hol vannak itt az immortálok például, azt még annyira nem értem. Majd odébb lesznek? Menjél, szedj pénzt, és öljed az ellenfelem. Ez most PvE vagy PvP mód? Meg lehet nézni az ellopott resource-okat. Aha, tehát az immortál csak akkor jön, hogyha riadóztat az éje, addig PvE. Aha. Köszi, Opika. Na, most biztosították a lootot, és ez a második floorja a Vaultnak. De nem tudok semmit sem nyomni. Nem működtek a képességeim. Eszenciát kell szedni, és akkor meg kéne ölni. Az a gond, hogy az elment hátra. Megölték. A Vaultban még 77% resource van. Never rush a child of Bulkathos. Nem tudom, elnyomom rá az volt itt, de valószínűleg inkább egy bossra kellett volna tartogatni. Ja. Valaki nagyon nem szedi ezeket az eszenciákat, hogyha már 10 nálam van. Kettő Varden is van.
Tehát ütni kell őket, mert egyébként riadóztatnak. Itt valamiért világít. Ja, a loot miatt. Ja nem, megyünk tovább, nem? Not yet. Ha látom, 4 floor van. Gondolom egyre nehezebb lesz a dolog. Jó, halt a Varden. Na basszus. Ja, most már elvesztettem, hogy hol a Varden. Oké, okay, oda bebújt. Többieket nem nagyon érdekelt, hogy itt volt egy Varden. Ez a loot amúgy, ami itt kiesett hihet, ez personál vagy party dolog? Nem tudom, így nem mennek a képességek néha. Beragadnak a képességek most itt ebbe a vaultba. Nagyon, nagyon furán. Parti? Ezt most nem értem. Mi az, hogy parti? Mármint, hogy most ezt miért írod? Parti a dropja, értem. Akkor fura, hogy ott hagyták. Srácok. Na, utolsó floor. Kátyos. Az immortál alertel veled, de hát nem is le... Ezt hogy? Hát, de ezt hogy, srácok? Én nem láttam. Nem láttam a Vardent, hogy jelzett volna. Ti láttátok a Vardent? Te szívás. Nyomom, hogy rezurek, de nem működik. Fú, itt nem tudom, így nagyon, nagyon furán működik ez a dolog. Nem megy a rezurek. Vagy nem lehet rezurektálni? Jó, valaki még meghalt. I don't have enough energy.
Na, most meg valahogy fölélettek. Most mi történt? Most megint él két társam, és ezek mások, vagy ugyanazok? Jó kérdés. Régen gépen beragad a támadás az egérgombon. Ja, de nekem eddig nem volt ilyen. Treasury Guard. 4500 a csap. 1 milliós HP. Tehát most hogy élettek újra a társaim, vagy ezek már más társak? Én nem tudom. Érdekes minden esetre. Kár, hogy így ezek a dolgok annyira nincsenek elmagyarázva. Hát a felét a HP-nek már leszettük. Azt mondjuk gond. Nem kellett volna face tankolni. Ez sem. Ezt megint kerülni kell. Au. Tizenötezer gold? Olyan, mint ha kibelépnének? Aha. Valami loot még maradt a vaultba. 0,2. Jó. Lehet a Resurrecthez is kell a másik két tag? Lehet amúgy. 150 000 goldot szedtünk össze. Collect Vault Raid Reward. Damage Increase, igen. 10 chestet kinyitottunk a vaultba, kaptunk még hietes jutalmat. Unseen 2 van itt a Shadow között. Ez a Vault Raidelés, közben meg lett az 59-es szint. Ez a Vault Raidelés, amúgy ez nekem tetszik. Na, miket írtatok? Mert kiszeded némi skill elnyomása, az fura volt. Szia, van az inventory-ban a Resurrect Stone, ami azt hiszem 3 charge-os és feltámaszt, ha elhasználod, mobokat kell ölni, hogy visszatartson. Azt értem. De mások feltámasztásához is kell a Resurrect Stone, ezek szerint. Azt nem tudtam. Jó. Essencia ellopva 92. Köszönöm szépen az infót. Shadow. Dides a Blessing. Még több jutalmat kapunk az Elder Riftekből. Mhm. Oké. Meet with the Unspoken. Krumplis tészta, itt van. None are truly ready. Dark Clan. Ott van, rank 3-asok vagyunk. Van itt egy olyan nevű, ami Shadows, ami 9-es, az Olympus 8-as. Itt az összes klán. Gondolom a klánok egy része itt van. Top 10. Aha, tehát akkor a Shadows, na, a Romanuri lét meg kéne nézni, hogy az hanyadik. Fidesz pajzs. Halandók hun. Na, akkor keresünk név alapján. Na, most egy keres vagy nem? Roman. Na, ők rank 7-esek. Ez a rank 7-et például el kéne érni, hogy itt a top 10-be legyünk. Ja, és akkor gondolom ők azok, akik így részt tudnak venni csütörtökönként 6 és 9 között.
valószínűleg itt arról van szó, hogy a top 10 Dark Clan tud részt venni csütörtök este 6 és 9 között az immortálok elleni harcban. 69-ek vagyok? Komolyan? Nem tudom amúgy ezt így kírja bárhol. Biztos amúgy meg lehet nézni. Nem mint hogyha értenék hozzá. Lan, I can help you form a dark house during one of our assemblies. If you are one of the top 10 dark houses, így van. You can attempt to unseat the immortals with the right of exile. Így van, pont ahogy mondtam. Pont ahogy mondtam. Bár most, hogy itt mit akar mutatni a játék? 320 kontraktot kell megcsinálni. Rank 1-es advantage-ünk van. 10%-kal több XP a Leatherboards-nál. Na, mindjárt megnézzük. Pimpirum Shadow. Aha. Itt csak nekem ilyen, mondjuk lehet, hogy rosszul nézem. Ez meg a Warband. Dark Clan. Aha. 68-ak vagyunk. Hoppácska. Server 68-ak vagyunk. Bárhogy ez a score, ez mi alapján múlik? Például itt van 315 000 pontunk. Úgyhogy itt van egy olyan clan. A Hungarian Heroes Casual, akiknek 448 ezer van, 60 emberre és a rank 1-esek. Ja, hát nekik meg 2 400 ezer van. Dark Class. None are truly ready. Na, én ezt akarom. Köszi szépen amúgy, Queen Lucy, az infót. Halló? 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 Van baj? Sampa? Na nézzük. Leherceg. The right of exile is the ultimate test of the immortals. Ultimate test. It is up to us to administer it. If they fall on this ancient battleground, our strongest will rise up to take their place. Right of exile. Ja, ez az, amiről... ami mi valószínűleg nem fogunk tudni részt venni. Ja nem, ez a másik. Az a Shadow War. Aha, nagyobb rankúak ellen lehet így azok ellen harcolni. Vasárnap este 8. Ja, hát akkor ez kimarad. Akkor ez kimarad. Jaj. Durván rámentél a játékra? Nice. Jó, ezt így mutat? Nem, néztem most a navigálásra nyomjak rá? Ja, valószínűleg az kell. Challenge practice. Ki lehet próbálni, azt hiszem, aha, lehet nyomni practice-t. Mert egy practice, már ha azt akarja a játék. Jaj, de jön megint olyan rövid. Jó, harcolunk, az a lényeg. Tehát, hogy nem lehet elolvasni. It is the burden of the shadows to test the immortals. A challenge has been issued. Should the immortal fall, the cycle will turn again. Ilyet szerintem csináltunk. Vagy legalábbis ez nekem rémlik.
menő. Tehát, hogy még vége sincs a cinematiknak, de már szétüfölnek. Jó, ki tudok amúgy onnan menni? Köszi. Ezek itt barátok vagy? Értem! Ez nagyon jó. Meg si tudtam mozdulni. Jaj. Na, Matt. Jó, szerintem most fogunk meghalni. Jó, nem sikerült. I need more time. Ezek a shadowsok az immortálok ellen nem nyerhetnek, mert akkor nem lennének alkalmasak az immortálok. Ja, értem. Ja, hát ugye azért vannak ezek a tesztek. Hát ez nem tudom, ez elég fura volt, nem? Drift practice. Mi bajod van? Micsoda? Azt mondja, először leave-elnem kell a partimból, mielőtt menni akarnék egy ilyet. Szuper. Akkor gondolom, most ki kell lépnem a játékból, mert bebugolt a dolog. Na, akkor talán majd most. Na. Jó, megnéztem. Step to close. Jó. Ellen, nekem többször kellett ilyen kibejelentkezést csinálni. Aha. Aha, itt látszódnak a játékosok. Ők miért nem mozognak? Ezek botok lennének? Na, ilyet meg már csináltunk. Ú, csak hogy most mi támadunk? Csapom már, 6%-nál járunk. Nem tudom, srácok, hogy ezek most botok vagy most playerek. Ezek szerintem tuti botok. Ugye practice-re jöttünk be, tehát nagy valószínűséggel botok. Csak ez olyan, mint a PvP. Mi a különbség e között és a PvP között? Vajon? Az, hogy itt botok vannak? És ennyi? Never rush a child to full colors. Vagy nem tudjátok mi? Still in charge. Állnak egy helybe. Ötös kiesztrig, brutális vagyok, azt mondja a játék. Ujjjjj. A kovalszege, ez csak annyi, hogy itt botok vannak.
Never let the child who comes. Hello? I need more time. Hogy rám jött ez a Gregár? Ojaj, itt már csak enemy van, hello? Hello? Nyomjad, nyomjad, team, nyomjad. You're trying my patience. Nagyon jó. Toljad, toljad. Jaja, én is, mármint hogy én is nyomtam PvP-t és az tök király volt. Mi védtünk. Au. Jézusom, hogy lögdösten. Jó, akkor én hátrévök, majd a botok lehozzák. Still recharging. De mit csinálsz ott? Jújúj! Segbe fognak jönni a botok. Team? Team? Meghalunk? Jó, hát most így, na. Jó, inkább tolom a botokkal. Az jobb ötletnek tűnik. Meghaltak? Oda néz. Eszkortoltuk. Ujjjjj! De engedjetek már el! Hello! A botok hátulra jönnek. Team! Team! No, not yet. Loloztunk egy jót! Csá! Pogácsa! Na hol vagyok? Ja, MVP vagyok utolsóként, de gondolom itt az utolsó az az, hogy keveset öltem. 14 assist, 20-as pont. Ennyi. MVP lettem botok ellen. Na mi van? Itt már nincsen szinkron. Gondolom, sok pont a szobor ölelgetése. Lehet az. Vagy a sok assist meg, hogy nem haltam meg. Na. Meet me where four wolves wet their paws. I will show you truth hidden within the city of the light. Jaj, bocsi. A bit tricky. The City of the Light can only be Westmarch. And they certainly do love wolf imagery. Szia, Miss Klikkel. Üdv mindenkinek, srácok. Central Square. You have performed well to carry our legacy this far. Iben Fad. Do not be alarmed. Only you can hear my voice. Follow its sound. De csak mi halljuk az ő hangját. I was called Ibn Fad. I give you a gift that will advantage you in your war with the fiends. Ja, ezt is olvastam valahol. Az egyikre a Horadrimnak. I am but a memory preserved. Once I helped found the Horadrim at the demands of the Archangel Tyrion. We slew some of the greatest evils on Sanctuary. But we could not conquer death. The order too has gone. You hold a remedy of a kind. The vessel you carry is meant to pass our greatest traits to future Horadrim. Hoppá! A vessel, amit Káintól kaptunk. In our own words.
that you may use the vessels well. Szia, Kármester, mi újság? It will be your charge to recover the others and make our power your own. Ez nagyon fontos lesz. Na, úgyhogy. Beneath Westmarch? The city's practically balanced on mysteries. Iben fad sanctum. Sanctum. Come closer, aspirant. Wow. What is this place? A gate. Out of the city to our legacy. No, ez az az örökségükhöz visz ez a kapu, vagy nem tudom mi ez. Only those prepared to face our trials. Kövek rengeteg bónuszt adnak. Oh. I do not need to ask. Nem is pörög az immortál, most lettem Paragon 5 a napokban. Nice, Kármester, nice. Én most végeztem a sztorival, ma meg így fedezem fel ezeket a shadows cuccokat, meg ahova még a guide visz minket. Your worthiness is merely a beginning. When you are at your greatest, is when you must give of yourself. Step through the portal and learn. Ez egy portál akkor. Find the legacy shrine. It's quiet as a tomb in here. Oh, right. This is a bolt of dreams, not bones. It has been long since any visited these chambers. És ide kell tenni a vesszát, azt mondja. Since any paid their respects. Vessel slot. Igen, Jared. Jaja, én is feliratkoztam a Diablo 4-es bétára, hátha. És az ott Jared lesz, mi? Potenszit kaptunk tőle, meg rezisztanszot, és hogyha fejlesztjük, akkor még több rezisztansz és még több potenszi. Itt van Katan, Nilfur, Tal'Rasha, Guild of the Nameless. Akkor a Nameless. Nor'Tirai, Kaldesan, Ibn Fad és Zoltun Kule. Akkor ők voltak a tagjai a Horadrimnak, és az ő brúnáikat, vagy az ő veszélyeiket kell megtalálni, és akkor azok adják a bónuszt. És ott van, hogy melyik, hogy honnan szerezhetünk ilyen cuccost. Chestet, Sanctumba kell nyitni, Hydrát kell legyen legyőzni, Challenge Rift 10, Defeat Blood Rose hell legyen, Szent Golem hell legyen, Lassát legyőzni. Ez akkor hogy nincs meg? Lassát legyőztük. Vagy nem fixen dobják ki ezeket a... Ezek az enemik a Vesselt? De akkor nem, tehát hogy nem fix drop, hanem eshetnek ezek a cuccok. Ó. Oh. Engem érdekel, hogy milyen lesz majd a Diablo 4. Nagyon. Head to the Sanctum Depths. Ja, ők akkor a Horadrim tagjai valószínűleg. These trials shaped us and the vessel you carry. So I pass the trials and inherit the power. Oh, yeah, yeah, me a found. You must rejuvenate before you can gain power. Oh, kaptunk olyan kulcsot. Companies are locked behind the shrine. Bring them to the Natatorium to assure yourself. Everything's in pieces these days. De sokan vannak, és itt mindenki pörgött, jól láttam. Jézusom! Adod ide a kulcsot? Never rush a child to cover.
be. És a kulcsokkal lehet nyitni, amikből a fejlesztőkövek vannak. Értem. Basszus, nem kevés kontent van ebbe az immortálban. Legalábbis így endgame szinten. One test complete. You will be privy to more of our power. Enter the aspirant's grounds. Gather what your performance allots you. Bring the culling stones to the next room. I expect you'll use Argus as I will. It is your decision. És látom, itt például négy pulzsba kellett egynek a kinyitása. Én karaktert tervezek magam? Hát ez... Nem tudom. Nem tudom, mit akarok, hogy őszinte legyek. Hát is vehetünk platinumért kulcsot, mert hogy még hiányzik. Hát amúgy ez kellett volna. Olcsó ládától a drágáig voltak itt, hogyha jól láttam. Igen, egyre drágábbak voltak ezeket így kinyitni. The Order awaited this moment for centuries. It is time. Például a Diablo 2-ben imádtam nekrózni. Szerettem a 3-ba is, de nem volt akkor a favorit. Na, Zafirból fejlesztjük Jaredét. És ha a terembe kinyitod az összes ládát, nyílik másik szoba. És itt van Jared. Kain őse. Valami új klassz nagyon adnék a Diablo 4-be? Úgy is lesznek majd. Főleg mivel ide is akarnak hozni klasszokat. Biztos lesz valami olyan klassz, ami nem volt még eddig. Minél többet nyitsz, annál drágább. Ja, tehát akkor nem azon múlik, hogy melyik ládához mentem, hanem egyre drágábbak egyébként is. Most nőtt a potenci, meg a resistance, így van. Shadow War-oztam-e már? Nem. Én ezekhez az endgame dolgokhoz még csak most értem el. Mármint, hogy én nem tudom az micsoda így hirtelen. Név alapján mindjárt megnézem, hogy csináltunk-e olyat. Vita. Oké, ez ilyen helikver is. Nem csináltunk. Nem csináltunk még ilyet. Jézusom. Oké, azért még itt vannak feladatok, amik így várnak ránk. Ez a Legacy of the Horror Dream, ez tök király volt. Jó, igen, ez, nézd csak, Mystical, pont az a következő feladat, hogy vegyünk részt a Shadow War-ba. Oké. Basszus. Ezt is naponta lehet csinálni. Ezt a Legacy of Horror Dream-os cuccot? Aha. Fú! Hát én nem gondoltam volna, srácok, hogy...
Ennyi content van a játékban. Ez durva. Az a helyzet, hogy nekem annyi content van jelenleg a játékban, hogy így... Azt sem tudom, hogy így mik vannak. Tehát, hogy ezt így számon tartani is nehéz terpil, legalábbis új játékosként. Az viszont szomorú egy kicsit számomra, hogy... tehát, hogy ennyi cucc van a játékban, ennyi lehetőség van a játékban, és a fejlődés alatt... meg olyan kevés. Nyomatjuk a bounty-kat, nyomatjuk a rifteket, meg challenge riftet csinálhatunk. Ami talán így hasznos. És még nem voltál Helen, ahol még lesz content, viszont nagyon elengedi a kezed a játék. Kíváncsi vagyok, hogy így még mik vannak, tehát hogy én így szeretnék mindent is megtapasztalni, hogyha lehet, ha engedi a játék. Hát nagy valószínűséggel nem fogjuk csinálni a... mondom is, hogy micsodát. Na se... ne, Shadow War? A Shadow War az a profiknak van, nem? Vagy a Rite of Exile az? Hát én nem tudom. Valamelyiket nem fogjuk tudni csinálni. Valószínűleg ezt a Rite of Exile-t, így van, amikor az immortálok ellen harcolunk, mert ahhoz egy nagyon jó Dark Clan-ba kell lenni. Mi a 68-ak vagyunk. Hát nyilván a top 10-ben olyanok vannak, akik így masszívan nyomják a játékot, mint main game. A tippál nem kéne. Úgyhogy... az összes lehetőséget így még szeretném kipróbálni a játékban, így az Immortálban, ami csak adott, és nekem ugyan annyi elég is az Immortálzból. Tök jó. Ez nagyon durva. Nagyon durva. Mármint így az, hogy mennyi lehetőség van, hogy mennyi dologgal foglalkozz naponta, hogy így húzzad a Battle Pass-t, mennyi dolgot lehet csinálni, hogy így úgymond grindolja a játékba, és mindegyik más típusú dolog. A PvP amúgy szimpi volt. A PvP az szimpi volt. Az a jó amúgy abban, hogy sok a lehetőség, hogy... nem vagy köteles ugyanazt csinálni, ugyanazt az egy dolgot, még akkor is, hogyha hasonló. Sajnálom azt egy kicsit, hogy ez a stílus, ez a játék, ez így nincsen PC-re. Mert akkor ez így még jobban érdekelt volna, hogy mit tudnak kihozni belőlem. Mert oké, PC-n játszom, de ez így csak egy plusz opció. Mert hogy a Diablo 4 az nem ilyen lesz. A Diablo 4 olyan lesz, mint a Diablo. Ez pedig inkább egy MMO, ugye? Inkább tűnik feleslegesen túl komplikálva? Nem tudom. Mondom, nekem szimpi, hogy sok a lehetőség, és választhatsz olyat, ami neked tetszik. Ugye itt van minden. Ugye csináljuk a bounty-kat, riftezhetünk, nyomhatjuk a Legacy of Foradrimot, és azért is kapunk jutalmat. Itt van, hogy ebből ugye napi egy. Lapokat is gyűjthetünk a bestiáriumba. Rifteket is nyomhatunk ezerrel. Dungeon is pereghet. BG is pereghet. Vault raidelés is mehet. Például a vault raidelés az így nekem... az így nagyon bejött. Hogy így gyűjtjük a cuccokat, és akkor figyelni kell, nehogy riadóztassanak az immortálnak. Dungeonök még. Kikurász rapid. Heliquerit is ugye lehet nyomni. Jönnek majd valami sidequestek. Csak meg kell csinálnunk a Yilnirás questline-t, ami ugye a fegyverhez kapcsolódik.
Kíváncsi vagyok, hogy a sidequest is majd milyen lesz. Ja. Úgyhogy van sok lehetőség. Én tartom magam ahhoz, hogy ez egy király Diablo játék telefonra. Puki kapitány. Itt van Puki kapitány. És még ott nem is tartok, hogy set bónuszokkal szórakozzak. Tehát, hogy kaptunk egy nadrágot, de hogy lesz majd meg a többi, arra kíváncsi leszek. Azt se tudom, hogy még milyen legendary gemek vannak. Hogy mit lehet a legendary gemekkel majd csinálni. Ó, a kettő legendary gemem van. Aha, nő a sebzésünk 6%-kal 60 szekig. Úgyhogy a set bónusz. Set bónusz, setek gyűjtögetése. Például, hogy mennyi set van a barbárra, hogy néznek ki ez a setek. Ezeket majd meg akarom nézegetni. Az is egyébként nagyon szimpatikus, ami például itt van valahol, hogy így kapásból mutat neked egy buildet. Ez is egy tök jó dolog. Hogy így mutat neked egy buildet. Hogy milyen ajánlott buildek vannak egy klasszhoz. Tök jó. Érdekes, hogy külön szedték a legendary elfeket meg a set itemeket. Hát nem tudom. Ugye itt azt írja, hogy 6 dolog tartozik egy setbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, tehát akkor valószínűleg a fegyvernek is van valami effektje, amire rá lehet tenni a legendary-t? Nem tudom. Jó kérdés, hogy ez hogy működik. Tervezel-e még streamálni belőle? Aha, persze. Mindenféleképpen. A Skarn fightot azt így ma nyomtuk le. Durva volt. Ott nagyon-nagyon kell figyelni a HP-ra. Elsőre meg lett szerencsére halál nélkül, bár megmondom őszintén, ha egy kisebb arénába raktak volna, akkor még izgalmasabb lett volna a dolog, mert én azt csináltam, hogy elmentem a trónhoz egy idő után, amikor így vártam, hogy lejárjanak a CD-k. Az oldalsó sor a set itemek helye. Ja, hát azt mondtam, hogy ez az a 6. Ez az a... vagy e? Mi? Ez lenne. Jaj, bocsánat, akkor hülyeséget mondtam. Hát akkor itt jön össze a set. Ó, Mars szonda, igazad van. Igazad van. De figyelmetlen voltam, tehát ide jön akkor a set item. Jó. Wizarddal nagyon kemény volt, gyűjtettem magamnak a Hell Globokat, úgy sikerült, aha. Hát kemény. Hát Wizarda meg még keményebb lehet, ami ugye egy Glass Cannon class. Nekem Mazlin volt, azt hiszem. Bár talán még könnyebb lett volna, hogyha másik képességet viszek. Ja, itt ezek a cuccok azok, amik így legendary lehetnek, ezek azok a cuccok, amik megszedtek. Ja. Értem. Ezt nem figyeltem. Kaga Saurus 69. Kaga Saurus 69. Na jól van, srácok, összegezzén a mai Diablózást, én nagyon élveztem, örülök, hogy sikerült úgymond véget vetni a sztorinak, már amennyire.
Én úgy gondolom, hogy a sztorinak véget vetettünk. Hát itt most ilyen sidequesteket még állokolni fogunk a 60 szinten, meg a hell levelt, meg belepillantottunk, hogy mik vannak itt a Shadow részen. Ezeket is így felfedeztük. A Shadow Lottery-ről majd szerintem nézek valami videót, hogy ez így hogy történhet, hogy hogyan lehet bekerülni a Shadow Clanba. Hogy ezt hogyan lehetett megcsinálni. Mert ugye én a klánnal kerültem be. A kontraktokat valószínűleg, meg a bounty-kat, azokat így off-stream fogom megcsinálni, hogy haladjak a szintezéssel, tök jó, hogy elérhető vált egy ilyen lehetőség is. A Path of Blood-ot, ami ez a challenge-es dolog, ezt majd streamben nyomni fogjuk. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel is például meddig jutunk. Ezt a vault trade-elést is nyomni fogom, bár akkor azt nézem, hogy úgy kell majd terveznem, hogy dél és kettő között. Ja, dél és kettő között elérhető a legtöbb activity. Úgyhogy majd akkor úgy tervezem a Diablo streamet, hogy így délelőtt lesz. Mert délután kettő és öt között már inkább a másik játékkal nyomom majd a gémet. És ja, tehát hogy nagyon durva, hogy így ezekkel az endgame activity-kel, amiket így felfedtünk, mennyi mindent lehet csinálni. Ennek örülök, és kicsit, hogy is mondjam, visszavet engem abból, hogy én azt gondoltam, hogy ez csak egy mobilos Diablo 3. Félreismertem a játékot. Ez annál sokkal több. Meglepően sokkal több.